Az oldhatóság függése a hőmérséklettől. Egy-egy 100 ml-es főzőpohárba káliumnitrátot és nátriumkloridot rakunk. Táramérlek segítségével mind a két anyagból 25 g-ot mérünk ki. Először a káliumnitrátot mérjük ki. Ezután a nátriumkloridból is kimérünk 25 g-ot. Ezután mind a kettő anyaghoz 50 köbcentiméter vizet öntünk egy mérőhenger segítségével. Egy-egy üvegbot segítségével addig kevergetjük az oldatokat, amíg már alapvető változást nem látunk az anyagoknak az oldódásában. Ezután meggyújtjuk a bunzenégőt, és mind a két oldatot forrásig melegítjük. Figyeljük meg, hogy a melegítés milyen hatással van az oldatokban lévő anyagoknak az oldódására.
Tehát egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a melegítésnek a hatására a káliumnitrát az teljes egészében feloldódott, mivel a káliumnitrátnak az oldása endoterm folyamat, és a melegítés is az endoterm irányba tolja el a folyamatot, és ezért segíti a káliumnitrátnak a feloldódását. A nátriumkloridnak az oldásfője pedig közel van a nullához, ezért a melegítés hatására sem oldódott föl több nátriumklorid, mint sima hideg vízben.